A szerdai idegenbeli bravúros győzelem után szombaton egy hazai pályán elért újabb sikerrel folytatná szereplését az Extraligában maradásért küzdő DVTK az MTK ellen vívott párharcban. Az MB2 újdonsült bajnokaként bejutott a női futszál Magyar Kupa 4-es döntőjébe a Miskolci Vénusz, illetve az utánpótlásra is figyelve röplabda diákolimpiai finálét is rendeznek Miskolcon. Hétvégi sportprogram ajánlón következik. Idegenben nyert és szépített összesítésben a DVTK az MTK ellen a röplabda extraligában maradásért vívott helyosztó mérkőzésen. A fővárosban elért győzelemmel egyrészt visszahozták a párharcot Miskolcra a piros-fehérek, másrészt pedig ez a siker talán több volt egy győzelemnél, hiszen bár a három nyert találkozóig tartó párharcban összesítésben még 2-1-re az MTK vezet, de a Városi Szabadidőközpontban szombaton 18 órakor kezdődő újabb találkozó előtt a Diósgyőr került lélek. Előnybe. A jó játék mellett elért győzelemhez a lelátóról is komoly segítség érkezett. 10-11 fős szurkolótábor elkísért minket Budapestre. Ez egy olyan hatalmas löketet adott a lányoknak, mert a röplabda mérkőzéseken nem volt jellemző eddig ez a hatalmas szurkolás, és tényleg annyira otthon éreztük magunkat, és magunkba jött a szurkolók erejét, hogy ez elmondhatatlan érzés volt, és a mérkőzés után megköszöntük nekik, és arra buzítottunk mindenkit, hogy szombaton még többen szeretnénk, hogyha kijönnének, és meghozná a DVTK erejét, hogy együtt vagyunk és győzni fogunk. Edzést tart az MB2 keleti csoportjában a bajnoki címet már megszerző Miskolci Vénusz. Mégpedig egy klubtörténeti nagy esemény előtt, hiszen a csapat története során először jutott be a Magyar Kupa 4-es döntőjébe. Kecskemét ad otthont az eseménynek, ahol szombaton 10 óra 30-tól a Miskolci együttes ellenfele az élvonalban a bajnoki bronzérmet megszerző Tolna lesz. Biztos vagyok benne, hogy 100%-ot fognak nyújtani a lányok, és bízok benne, hogy jól fogunk szerepelni. Bár azért NB1-es csapatok ellen játszunk, de én mindig bízok a legjobbakban. De az utánpótlás sem maradhat ki a hétvégéből, ugyanis az U13-as korosztály 12 csapatos diákolimpiai országos döntőjét is Miskolcon rendezik. Szombaton a Jezsuita és a Lévai gimnáziumban 2 darab 3-as csoport küzd majd egymással. Vasárnap pedig teljes egészében a sportcsarnokban lesznek a helyosztók, elődöntők helyosztók tornák, és az eredmény hirdetés körülbelül olyan 5 óra magasságában várható. A miskolci sportiskolások riválisai a hazai top együttesek utánpótlás csapataiból kerülnek ki. A sportiskolások számára a cél bekerülni az első 8-ba, de a legmerészebb álmok a legjobb 4 közé jutásról szólnak.